Révi Zsolt nyitotta meg a kétnapos programot a szervező Konzilium Márc alapítvány telephelyén, a Zöld Reakció címet viselő rendezvény középpontjában a hulladék újraértelmezése áll, ennek pedig a Szeszgyár egykori épülete ad otthont. Ez az épület használaton kívül van, mert a Szesz gyártás technológiához ez az épület már nem kell, és elgondolkozott rajta a Szesz gyár tulajdonosi köre, hogy vajon mire lenne ez hasznosítható, és hát nagy örömünkre, az én nagy örömömre is, és azt gondolom, hogy sokak nagy örömére arra gondoltak, hogy ez egy aféle inkubátorház, lehet egy közösségi ház, ami azért Konzilium Arts, mert alapvetően művészeti, vizuális, szemléletformáló, szemléletfejlesztő közösség építő célra lett ez közre bocsájtva, illetve az alapítványnak ideadva ez a ház. Hulladékból készítenek divatos ruhákat a fiatalok. A kétnapos program keretében ilyen és ehhez hasonló szemléletformáló programokat szerveztek a résztvevő diákoknak az alapítvány tagjai. Ez a kétnapos rendezvény, ez ennek a környezet tudatosság, környezethez való viszonyulás formálásnak, szemléletformálásnak az egyik első rendezvénye. Ez egy kétnapos rendezvény lesz a környezetünkhöz, hulladékokhoz való korszerű viszonyulásnak, a hulladék újrahasznosításnak a gondolata mentén, és annak a jegyében telne ez a két nap mindenféle workshopokkal és mindenféle közös működésekkel. Budapestről is érkeztek diákok a kétnapos rendezvényre, ők már előzetesen is részt vettek egy hasonló projektben, így számukra nem volt ismeretlen a feladat. Először is a gyerekek készítenek egy csomó jelmezt, illetve végül is ruhákat, ugyanis ennek az volt a címe ennek a projektnek, hogy Upcycling the Fashion History, azaz hát hasznosítsuk újra a hulladék alapanyagokat a divat történet inspirációjára. Így az volt a diákoknak a feladata, hogy divattörténeti korszakokat, majd művészettörténeti korszakokat dolgozzanak fel, jelmezeket, ruhákat készítsenek, kizárólag hulladék alapanyagokból. Úgyhogy ezt fogják itt is csinálni. A csütörtök délelőtt kezdődött kétnapos program pénteken folytatódik. Akinek kedve tartja, csatlakozhat a fiatalokhoz. Pénteken 10 órától kezdődnek a workshopok.